Az U9-es korosztály számára a január 14-én szervezett körzetközponti bozsikterem tornát a Kiskörösi LC, mely során reggel 8 órától délután 13 óráig léphettek pályára a játékosok. Ezen a hétvégén azok a játékosok kapnak lehetőséget, akik december közepén nem voltak itt, nem játszottak, nagyon bő a keretünk, több mint 16 igazolt játékosunk van ebben a korosztályban, ami csak U9, mellette az U8, és az a 8 fiú kapott ma lehetőséget, akik nem játszottak decemberben. Az U9-es csapat általában heti 3 alkalommal találkozik egymással, azonban a téli szünet miatt az idei évi felkészülést csak január 8-án tudták megkezdeni, így mindössze 3 edzéssel a lábukban léptek pályára a fiúk. Mi még ugyanezen a 20-40-es méretű pályán játszunk, tehát ott nagy különbség nincs. A téli időszakban arra, hogy itt sokkal gyorsabb a játék, például itt ezen a parketten gyorsabb a labda, megcsúszik, csak lapos, pontos játékra törekszünk, és keressük a lehetőségeket, illetve a csapatrészek, illetve a játékosoknak az összeszoktatása a feladat, illetve a játék örömének a megszerzése. A tornán a Kiskörösi LC 3 csapatot is indított, de mellettük pályára lépett még az Akasztói Foszisuli Ese, a Soltvadkerti TE, a Solti FC, a Harta Ese, a Bugac KSE, a Dunapatai KSE, a Kerekegyházi Ese, a Miklósi GFE és az Izsáki SSL gárdája. Nagyon sokat passzolunk, ami nagyon tetszett, ami negatívum a helyzetkihasználás, de hát ragyogó alkalom erre, hogy gyakoroljuk. A gyerekek fejlődését az is elősegíti, hogy egy-egy mérkőzés és torna után a játékot kielemzik és átbeszélik az edzőkkel, így tanulni tudnak a véletlen elkövetett hibákból. Hál' Istennek a BEM iskola otthont ad a csapat felkészülésére, és várjuk a tavaszt, az új kiemelt 9-es bajnokságot. A tornák célja a gyerekek rendszeres versenyeztetése, ezzel felkészítve őket a mérkőzés helyzetekre. A torna végén pedig minden játékos egy csokit vehetett át a szervezőktől, és a legjobban teljesítők oklevéllel is gazdagodhattak.